tudok, hogy jól haladnak az a konkrét előkészületek már, tehát igazából most már elég összetett egy ilyen pöbösdi háromnapos fesztiválnak a megszervezése, a szükséges hatósági, meg a fellépők, meg a vendégek, meg a stb. Minden részéről. Tehát most már tényleg azt mondhatom, hogy célegyenesben vagyunk. A szerződő is komolyan veszi a feladatát, tehát a Fesztivál Hungária Kft. Is képviselje Kóbor Csaba úr, hogy itt van. Ahogy látom, hát valószínűleg ő neki hétről hétre vannak ilyen programjai, lehet, hogy nem is egy, és igazából akkor tud oda koncentrálni egy-egy ilyen, mondjuk akár most a pünkösdihez, amikor már megfelelő közelségben van. Most már ott tartunk azért, hogy már ide koncentrálnak. Elkészült a plakátja, stb. Már a médiában vagy a neten a forognak a programok, úgyhogy igazából ilyen szempontból az érdeklődők tájékozódhatnak majd a lehetőségekről, és hát mi megtesszük a dolgunkat, így a város és a városnak a megfelelő szervezetei, és hát mindenkit ezen fórumon is szeretettel hívok, mint az ünnepi megnyitóra, ami 26-án pénteken 17 órakor lesz, illetve azt követően lesz egy esti program, ha jól tudom, javítsatok a péntek este a Delta. Nem. Akkor emlékek éjszakája, fordítva köszönöm. Nem vagyok zenébe jártas, és nem is marad meg bennem ez az információ. Tehát pénteken az Emlékek éjszakája nevű produkció lesz, ami elvileg nagy érdeklődésre tart számon. Azt tudom mondani most, hogy ez a pénteki Emlékek éjszakája nevű program is belépődíjas lesz, illetve vasárnap a Delta Buli nevű program is belépődíjas lesz. Ezen kívül minden program ingyenes, mind a város lakosságának, mind a környékről érkezőknek, és még egyszer tudom mondani, hogy az eddigiekhez képest egy újszerű történet, hogy a szokásos búcsói vagy vúslis játékok Fringlispi Dodgem körhinta mellett, mert ugye az belépő díjasan lehet használni, ahogy eddig is szokott lenni. Lesz ingyenes, tehát a város által finanszírozott, de a résztvevők és az érdeklődők számára ingyenes, gyermekek számára ingyenes gyermeknap alkalmából szolgáltatott produkciók, jól mondom, ugye Kriszti, aminek a mi programban összeállításában a Krisztinek köszönet, és úgy néz ki, hogy az is összeállt. Itt is hinták, légvár, bungee jumping, jó? Igen, majdnem. Majdnem jól mondom, de mindenki tudja, hogy miről beszélek. Illetve két talán színpados produkció is, egy ilyen csoki gyáros, Teofil, jól mondom? Igen. Teofil, a csoki gyáros, illetve Sandy, jól mondom? Sandy nevű produkció, ami szintén gyerekekre gondolva került be a programba. Az pedig vasárnap 18 órakor lesz a nagy színpadon, jól mondom? Talán igen. Tehát minden ingyenes, ezek is. És ahogy mondtam, ezekkel kiegészült, és úgy lehet majd látni, hogy ez a történet kiegészült az eddigi, illetve ez a történetek kiegészült az eddigi pünkösdi fesztiválok menete, hogy térben mindez a dolog, ezek a gyermeknapi hinták, meg stb. Eszközök, ezek az ifjúsági ház előtti téren kerülnek elhelyezésre. Itt kérek mindenkitől megértést, meg türelmet, mert ez korábban ezt a területet parkolásra szoktuk használni, itt 20-30 ügyesen, akár 40 autó is elfért ezen a területen. Most nem fog, tehát vasárnap egy órától ez a terület a gyermekeké lesz, és kérjük mindenkit, hogy értse meg, és igyekezzen a parkolóhelyet máshol keresni, egy kis sétával, reméljük jó időben, nem lesz probléma, és akkor önfeledten tudnak, a gyermekek is érezzék jól magukat. Kicsit megsétáltatják a szülőket.
Úgyhogy ez talán, amit hozzá mondtam volna, de nem tudom, van-e még kérdésetek, esetlegesen valami, amit nem mondtam. Szombaton a szokásos főzési program, Mi rotyog a bográsban címmel, talán 20-22 csapat vagy cég és civil szervezet fog főzni. Különböző ötletek fölmerültek, hogy legyen valami díja ennek az éteknek, de aztán ez így nem alakult ki, mert az sem igazán tud működni, meg nem biztos, hogy jó a visszhangja, meg stb. De azt szeretném kérni a lakosságtól, és tehát mindenkit szeretettel várunk, hogy jöjjön ki, de ne éthordóval, hanem ott. Ez a program a helyben fogyasztásra koncentrál, arra, hogy ott együtt legyünk. A főzők természetesen reggel 8-tól különböző részszámú csapatokkal, de már az egy jó hangulat, és ad egy egész közösségépítési lehetőséget a résztvevőknek. De azt követően pedig 12-től, ha megjelenik a lakosság, akkor ők is legyenek együtt, és ne úgy jöjjenek, hogy oda dugja az éthordót be a táskába, és megyek haza. Tehát ezt nem jó magam is rossz szemmel néztem mindig, de ténylegesen a főzők, brigádok részéről is nagyon rossz visszhangja van ennek a fajta gyakorlatnak. Nem néz ki jól itt az adott helyzetben. Tehát nem azért készülnek az ételek, hogy otthon mindenki 2-3 napra megoldja az étkezését, hanem erre az alkalomra készül, arra, hogy itt együtt legyünk és itt együtt költsük el ezt a pünkösdi ünnepi ebédet. Úgyhogy ezt még muszáj volt, hogy elmondjam, talán így felhívásként. Ha nincs kérdés, akkor talán mindent elmondtam. Jó, köszönöm szépen. Egyebek között van-e valami más esetleg? Nincs. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm a konstruktivitást, a képviseletestület részéről. Köszönöm a közreműködést a jegyzőasszony René részéről, Vikinek is a jegyzőkönyvezést és aktivitást mindenkinek akkor a hátralévő időben még minden jót kívánok, most már talán jó időt kívánok, jó kertészkedést, amennyiben az idő lehetőséget ad, és akkor pünkösdön mindenki végezzen el minden munkát, hogy ezt a két és fél napot itt tudja tölteni, illetve itt tudjuk tölteni egymás társaságában. Köszönöm szépen!